Szeretettel köszöntöm az ige hirdető mai adásának nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Tokodi László domonkos atyát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkel van, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy eljöttél hozzánk, Laci atya, és hát Debrecenből érkeztél hozzánk, hiszen ez most a szolgálati helyed. Igen. De én most egy kicsit messzebbre mennék a kérdések kezdetén, hogy hol is születtél, hol nőttél fel, aztán majd eljutunk Debrecenig. Baján születtem. Ott születtem, hát ez egy víziváros. Alföld másik széle. Még ha az Alföldön is van, igazából ott a határon, ugye, mert ott kezdődik már kicsit a dombság, ugye Szekszárd, meg aztán a Mecsek. Nagyon szeretem azt a várost, hát ott születtem. Ezért is szeretek horgászni szerintem nagyon. Az Debrecenben annyira nem egyszerű. Igen, ezek már ott így a múlt, ugye, kicsit. Ott, hát érdekes, nem töltöttem sok időt egyébként ott a születésem után, mert rögtön Lengyelországba költözött a család. Édesapám ott kapott munkát Varsóban. Úgyhogy felnőni így 8 éves koromig Varsóban nőttem föl. És persze néha visszajöttünk azért Magyarországra is. Úgyhogy végül is ott is megismertem az országot így gyerekként. Aztán persze visszatértem még, de az majd később. De azért ott más volt már a vallásgyakorlás is talán, mint Magyarországon. Hát most, vagy ezt van erre tapasztalatod ez... egyébként? Emléked? Voltam templomban, igen. Emlékszek rá, hogy voltam templomban, Lengyelországban is. De azért a szüleim nem voltak azok a nagyon-nagyon nagy vallásgyakorlók. Ezt is elmondhatom. Ott szerintem, amikor ugye általános iskolás lettem, akkor jött be ez a templomba menés. Ott az első osztályt még ott végeztem. Előtte nem nagyon jártunk mi szerintem templomba, vagy egyszer-kétszer talán, de úgy nem volt az jellemző. Inkább a nagymamám volt az, aki vallást úgy megismertette velem, és hát a katolikus keresztény vallást. Úgyhogy, de hát azok a bajai idők voltak, amikor ott nyáron ugye otthon voltunk, vagy esetleg máskor, akkor találkoztam jobban ezzel. De aztán vissza is tértünk, tehát Bajára, így ugye 90-ben. Ez a keleti blokk így összeomlott, és akkor minden összeomlott, úgyhogy apukám munkahelye is. És hát Baján folytattam akkor a kis életemet. Ott jártam általános iskolába tovább, és középiskolát is ott végeztem. De érdekes volt, mert akkor lett katolikus az iskola, a középiskola, amikor én oda mentem. Úgyhogy ilyen félig meddig katolikus, félig meddig még nem katolikus, az is ilyen mix volt. Tehát, hát az hogy, ilyen izgalmas időszak izgalmas, volt azért, igen. Amiről így talán érdemes beszélni, az tényleg az, hogy tehát a nagymamám volt az, aki elindított így a templomba járás útján. És akkor vele mentem, ő vitt el, aztán elkezdtem minisztrálni, és ami ilyen nagy élmény volt, volt egy hitoktató, Kis Tamás Imrének hívják, még most is ott tanít az iskolában, ahova középiskolába jártam. Viszont ugye akkor még ott hitoktatott nálunk a templomban, Baja Szent Istvánon, és hát a templom meg az iskola ott nagyon közel van egymással szemben, minden ott zajlik, az a kis központja, egy ilyen kvázi falu résznek, régen önálló település volt, és akkor ott ez a hitoktató, tehát a Kis Tamás Imre, ő volt az, aki így kicsit úgy izgalmassá tette ezt az egészet. És úgy bevont a minisztrálásba, úgyhogy az nagyon-nagyon megtetszett nekem. Az elején abszolút nem foglalkoztam ott a minisztrálás dolgaival így strikte, tehát ez a nagyon-nagyon... Mitte viaszt olvasztottam, miközben ott minisztráltunk, meg mindenféle hülyeséget csináltam. Persze úgy érdekelt azért a dolog, de
de na, kisgyerekként még nem olyan egyszerű ez. Viszont emlékszem arra, hogy akkor elvitt cselkésztáborba, meg akkor ott elmentünk horgászni vele, meg akkor volt egy ilyen jó hangulat ott a templomban. Viszont ami meghatározó volt, az mégiscsak egy atya volt, a Cselik László atya, aki odajött, és ami megdöbbentett, az emlékszem az első bejelentésére, úgymond, bejött a hittanórára, és azt mondta, hogy ő László testvér. Nem értettük, hogy most ez mi. Nem ez a pap. Hát ő László testvér. Most akkor most mi lesz? Mert akkor László atya, vagy László testvér, nem tudtuk sose, most akkor mi lesz. És azért mutatkozott így be, mert ő érdekelt azért a szerzetesség is. Volt is szerzetes, meg nem is, tehát hogy próbálkozott itt-ottam ott, de végül is aztán nem lett szerzetes. Egyházmegye is atya maradt. Viszont volt benne egy ilyen lelkület, ez a testvéri lelkület, ugye, mert a szerzetességben azért ott van, hogy így egyenlőek vagyunk. És amikor ezt mondta ott nekünk az általános iskolában, ugye, mint az új plébános, akkor az megdöbbentő volt, hogy ő leereszkedik hozzánk a mi szintünkre, és egyenlők vagyunk. És úgy is kezelhetjük, tehát tegezhettük őt, meg hogy így játszott velünk, meg kirándultunk, meg így nagyon közvetlen ember volt. Úgyhogy ő volt az, aki úgy, hát így mondom, hogy betekintést engedett az életébe. Úgy, mint pap, mint aki Istennek szentelte az életét. És hogy tényleg a hétköznapjait is úgy láthattam, vagy az egyszerűbb kis életperceket. Sok időt töltöttem ott a plébánián, második otthonom volt igazából, minden nap elkezdtem minisztrálni aztán. Ez is egy érdekes történet, mert nem azért kezdtem el minden nap járni, mert annyira nagyon vallásos ember lettem volna, vagy hívő, hanem versenyeztünk, ugye? Az atya meghirdetett egy versenyt, minisztrális versenyt, hogy aki a legtöbbször fog minisztrálni, na azt elviszi majd nyáron egy zarándoklatra, Częstochowába ingyen. És akkor az első három ugye lesz ilyen, akit így elvisz ingyen. És hát engem nem érdekelt ez az egész, viszont láttam, hogy a többiek jönnek, és több pontjuk van, mint nekem. És hát mondom, hát ez nem lehet, hogy nekem nyernem kell. Nem előzhetnek senki. És ez volt az, hogy akkor nekem minden nap kell jönni, mert akkor biztos nem fog senki megelőzni. És akkor elkezdtem minden nap járni, és hát ott ragadtam igazából, mondhatjuk a mai napig, így az oltárnál. Ez a Lengyelország akkor mindig ott volt. Hát a Lengyelország, ugye ez már Magyarország, ez Baján volt. De a Częstochowa miatt mondom, de hogy azért az volt. Igen. Az, hát igen, valahol ez a Lengyelország ott volt. Mert az Úristen így akarta. De elfelejtettem a lengyel nyelvet, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy hazajöttünk Magyarországra, és teljesen elfelejtettem mindent. Úgyhogy az nem maradt meg. Ugye, hát gyerekként ez még is érthető, mert hogy akkor nem tudatos a nyelvhasználat. Tehát kicsit ilyen ösztönszerű, hogy az ember a lengyelül beszélőkhöz lengyelül szól, a magyarokhoz meg magyarul. És akkor azért jó, ha kétnyelvű a gyerek, ugye, mert nem tudatosan használja a nyelvet, tehát hogy nagyon folyékonyan tud beszélni azon a nyelven, úgyhogy nem kell fordítania. Viszont hát én elfelejtettem ezt, úgyhogy ez nem maradt meg. Viszont a Csedik atyával ugye jártunk, és akkor igazából minden évben mentem, mert ugye minden évben nyertem, úgyhogy tehát mentünk Csedik atyával. Ez mennyi idős voltál ekkor? Ez ilyen középiskolában? Nem, általános iskola. Ez még általános iskola. Uh-huh. Ott, tehát igaz a hetedikes voltam, amikor ez elkezdődött, és akkor úgy
középiskola végéig. Bár az akkor már nem ő volt, tehát ott a 11. osztályig. Úgyhogy, hát igen, ott ragadtam, és így ugye felolvastam, minisztráltam, aztán, tehát valahogy ez megragadott ez az egész, hogy hát nem volt egy egyszerű gyerekkorom, kicsit magányosnak éreztem magam. Egy szem gyerek voltál? És egyke, uh-huh. Igen. És valahol úgy éreztem, hogy tehát Jézus az, aki a társam, vagy a barátom. Tehát voltak úgymond játszótársak, meg mindenféle emberek ott körülvettek, akik osztálytársak, együtt mentünk akár horgászni is. De ilyen mély megosztás, vagy ez az életemet, aki ismeri, vagy a bensőmet, ugye olyan barátom igazából nem volt. És itt nyílt ki így igazából a kapu Jézus felé, hogy rájöttem, hogy ő ilyen. Aztán persze később lettek barátaim, úgy talán ez az időszak, ugye ez mégiscsak egy ilyen időszak, amikor az ember barátságokat köt, ilyen életre szólókat akár. De ott még így valahogy Jézus ragadott meg. Amit fontosnak tartok még, már lehet, hogy itt a kérdéseknek is kell kicsit helyet adni. De nyugodtan mondjad. Igazából ez itt nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy uh-huh. Nyugodtan. Szóval, ami nagyon fontos volt az életemben, az, hogy tehát 98-ban volt egy ilyen lelki gyakorlat. Sose voltam lelki gyakorlaton, és nagyon szerettem volna, ott az ifjúsági hittanon hallottam, hogy a Zoli barátom mindenhova járkál. Ilyen találkozó, ifjúsági találkozó, Egerszalókon, meg akkor Nagymaros van, meg mit én, milyen ilyen találkozók, meg programok. Mondom, hát én is akarok egyet. És akkor kérdeztem, hogy hát hol lehetne egy ilyen részt venni. És mondta, hogy hát épp most Baján is lesz egy ilyen lelki gyakorlat, épp advent volt, és akkor úgy hívták ezt a lelki gyakorlatot, hogy Fülöp kurzus, ez a Szent András Evangelizációs Iskola annak az elődje még, és az előtt kurzus, ugye, mert most már máshogy hívják, Új Élet Krisztusban. Na ezen részt vettünk így, hát igazából ugye hárman, fiúk. Én nagyon fiatal voltam még, de azt nem is emlékszem a kurzusra magára, tehát hogy ott mi történt néhány dologra csak. Nem is jegyzeteltem, sose voltam ilyen, ugye nem is tudtam, hogy jegyzetelni kell. Ugye a Bibliám se volt, itt én csak ott ültem és bámultam. Arra emlékszem, hogy az világi emberek nagyon lelkesen magyaráznak mindenféle témákról, furcsáltam is, hogy nem papok azok. És hogy sokszor mondják, hogy amen, miután felolvasnak valamit a Szentírásból, meg ezek olyan nagyon radikális hívőknek tűntek, hogy mondom, hát ilyet még sosem láttam, de hol az atya, meg hol van, vagy mi ez az egész? És a vége ugye az volt az egész lelkigyakorlatnak, hogy közösséget, alapítson közösséget. Mondom, hát hú, közösség, hát én már tehát ilyen hittanos csoportról hallottam, meg mindenféléről hallottam, de közösség, mondom, az micsoda? És úgy meg is ijedtem a szótól, hogy hát ez valami szekta lesz, vagy ilyesmi. Mert hogy nem volt ez úgy a szóhasználatomban, az egyházi szókincsemben. És persze egyházi közösség, meg úgy mondjuk ezt talán mostanság gyakrabban, de valahogy nekem ott fiatalként ez úgy nem jött. Tehát hittanos csoport, az oké. Okay. Közösség. És végül is, hát akkor belementem, na jó, legyen, akkor mi hárman csináljunk egy közösséget. És hát akkor
ugye én minisztráltam sokat, volt templomkulcsom is, meg minden, és akkor így hittanóra után, ifjúsági hittan után bementünk a templomba imádkozni, még pluszba. És akkor elkezdtünk ott imádkozni, dicsőítettük az Istent, meg megosztottuk az életünket, és igazából ebből alakult ki egy ilyen nagyon, nagyon érdekes közösség, ahol megtapasztalhattam azt, hogy ez nem hittan, hogy itt valami egészen személyes szintre megy le a hit, tehát nem egy atya mond valamit, és akkor nekünk ott mit nem bólogatni kell, vagy ilyesmi, hanem itt a Krisztus, és én, és a többiek. Hogy az én életemben ott Isten működik, és ezt én megoszthatom a többiekkel is. És akármit is mondok el, lehet az akár nagyon ciki is, vagy olyan rossz, vagy jó dolog, ők ezt elfogadják, befogadják, és nem történik semmi olyan, ami nekem veszélyt jelentene. Egy ilyen biztonságérzet. És úgy, hogy igazából nem család, vagy nem ez a ugyan értembe vett barátság, hogy egy személlyel, hanem tényleg egy ilyen több személyből álló, és mégis nagyon bizalmas csoport, hely, közösség, nem tudom, minek nevezzem, mert végig is közösségnek kell nevezni, csak hogy úgy, amire minden ember vágyik, egy ilyen hely. És ez volt az, ami igazából így beindított mindent, mert ott kezdtem el szentírást olvasni, ott kezdtem el imádkozni, nagyon-nagyon tudatosan, ott kezdtem el figyelni az életemre, hogy akkor ott a hit és az én életem összhangja. Ott ismertem meg azt az Istent, és ez, tehát itt van egy ilyen kulcsfogalom, az élő Istent, aki az én életemben ott van, részt akar venni, aki kapcsolatba akar kerülni velem, aki vezetni akar, aki nem egy néma Isten, akihez imádkoznak sokan, de sose hallgatják meg, hanem beszélő Isten. Aki olyan Isten, aki nem csak ott van, és akkor vár rám, hogy majd a mennyországba kerüljek, hanem olyan Isten, aki eljön az én életembe, és ott cselekszik, és akar tenni dolgokat. Ugye olyan, az evangéliumban ugye hallunk, hogy Jézus ott ment az emberek közt, és akkor gyógyított, szabadított, vigasztalt, meg tanított, és hogy ez egy élő dolog. Hogy nem egy valami csak. Egy teória. Ez az élő Isten, ez megragadott. És onnantól kezdve igazából a mai napig, tehát az én Istenem az egy élő Isten. Így tudnám egyszerűen kimondani. Ő a feltámadt Krisztus egyébként, de nem csak, mert a Szent Háromságról beszélünk, tehát hogy az Atya is él a számomra, és a Szentlélek is él, és ez az, ami igazából felfogadta az egész életemet. Ez mennyi idős voltál ekkor? Hát ugye ott 16 éves. Azért ez nem jellemző, hogy valaki 16 évesen ennyire tudja a mai világban már, hogy én ezt akarom, az Urat akarom szolgálni egész életemben. Ezt még én sem tudtam. Azért, hogy... Mert ez egész, most így úgy hallgat. Egész életemben, nem, ott volt ott a találkozás az élő Istennel. Uh-huh. És akkor még akkor nem döntted el, hogy... De ez nem a papságról szól. Ez minden keresztény meghívás. Uh-huh. Tehát ez ennek semmi köze a papsághoz, meg a szerzetességhez. Tehát ott abból a két srácból, aki ott velem együtt volt, hát családapák mind a ketten, és tehát semmi közük a papsághoz, ilyen a felszentelt papsághoz, ugye? Mert azért van az általános, a közös papság is, úgyhogy azt gyakorolják, és azt tudom, hogy igenis mutatnak be áldozatokat az Istennek, lelki áldozatokat, nagyon konkrétakat, de hogy tehát hogy ez egy általános keresztény tapasztalat,
legalábbis kellene, hogy legyen. Most, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen másnak is, találkoztam már ilyen emberekkel, de azt tudom, hogy nem mindenkinek van ilyen. És igazából sajnos, mert a Bibliában ezt olvasjuk, tehát, hogy ez a szentpáli megtérés, ez nem kéne, hogy egy különleges dolog legyen. Hogy az ember találkozik Krisztussal, és aztán megváltozik minden. Mert amit eddig gondolt, hogy az jó, arról kiderült, hogy ez nem jó. Amit meg rossznak gondolt, hogy azt kéne csinálni. Mert az Isten gondolatait kéne nekem magamévá tenni. Ez a megtérés. És akkor viszont nekem tudnom kell, mik az Isten gondolatai. És ezt nem lehet könyvekből kiolvasni csupán, mert persze lehet tanulni, de ez egy kapcsolat. Egy olyan kapcsolat, tehát Krisztusba öltözik a keresztény ember, belemerítkezik ugye a keresztséggel, benne élünk, mozgunk és vagyunk, de nem csak úgy általában, hanem tényleg ez a mindennapi szint. Úgyhogy nekem ez a tapasztalat, ez volt az, ami így kinyitotta azt, hogy mi az a kereszténység. Mi az, hogy hit? Így általánosan, mindenki számára ugye érvényesen. És aztán persze, hát én szerelmes lettem, meg mit tudom, tehát hogy a szerzetesség... Szóval akkor ez még tehát, nem. Ez nem erről van szó, nem. Hanem arról, hogy megragadott Krisztus, és ezt kívánom egyébként mindenkinek. Tehát aki még nem érzi ezt a megragadottságot, vagy nem hallja az Isten hangját, még ha ez furcsán is hangzik, az akkor még kérje az Istent, hogy akkor, vagy hát maradjon csöndben egyrészt. Tehát, mert egyébként az Isten nem fog megszólalni, ugye nagyon udvarias. Tehát, hogyha mindig csak mi beszélünk hozzá, akkor ő hallgatni is tud. És várja azt, hogy mi is nyissunk egy picit. No, tehát 16 évesen volt ez, és akkor ott hát a középiskolás évek végül is így teltek, ott szerelem, meg mindenféle dolog volt. Motoszkált bennem azért persze a kérdés, hogy mi lenne, ha esetleg ilyen pap. De azért ezt a kislánynak nem mondtad el. A kislánynak, hát nem fogja nézni a műsort, szerintem, már ki tudja. A kislánynak elmondtam a végén. Uh-huh. Ugye Plátói volt a szerelem egyébként, ezt el kell mondanom. El sem mondom, hogy hány éves volt ő, meg én, de meg semmi konkrétumot, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, még magamat se. De hogy az volt, hogy hát elmondtam ugye, hogy szerelmes vagyok, és akkor megvallottam neki, meg mit tudom én, aztán meg, mert nem nagyon volt erre reakció, mert szegény most, jó, itt jó, te szerelmes vagy, de én, meg nem vagyok szerelmes. Oké, okay. Lehet, hogy kitartóbbnak kellett volna lenni, vagy nem tudom, hogy kell ezt csinálni, mert nagy tapasztalatom nincs az udvarlásban, azt árulom. Viszont, hát amikor így mondta, hogy hát azért ő nem. Akkor így kicsit ilyen bosszúból mondtam, akkor lehet, hogy tényleg papnak kell mennem. Tehát, hogy így, de nem volt bennem ez a biztos, semmilyen nem volt. Hát ott még annyira éretlen voltam, hogy ajaj. De hogy a gondolat ott volt, hogy valahol lehet, hogy ez is lehet egy opció. Amikor ez így élesbe, hát végülis kimondtam, akkor az érettségi körül volt már, akkor már Kovács Sándor atya volt ott egy éve a plébánosunk. Ő egy ilyen karizmatikus, nagyon, nagyon érdekes atya volt. És hát igen, oda mentem hozzá, és akkor azt mondtam, hogy mi lenne, ha teológiára mennék. És akkor hát ő meg azt mondta, hát figyelj, ne. Na jó, igen. És hát azt mondta, hogy tanuljak egy szakmát, legyen normális diplomám, meg teológia, mit ér semmit. Ugye? Tehát, hogy igazából lehet, mondjuk persze ő még lehet, hogy arra gondolt, hogy ez a kommunizmus élmény, hogy ugye bármikor végig is bekövetkezhet egy olyan helyzet az egyház életében, amikor az embernek dolgozni kell.
és nem fog megélni a teológiából, meg a filozófiából. Tehát, hogy hátrányos helyzetbe fog kerülni, és valami az érteni kell. Tehát, hogyha nem ért semmi, az akkor mehet takarítani, vagy nem tudom. És hát így kerültem el, akkor mondom, akkor maradt a építőmérnökség, és így kerültem a BME-re egyébként, úgyhogy ott el is végeztem a mélyépítő szakot. Ugye? Elég más, mint a teológia. Hát végül is nem. Egyrészt Isten mindenhol ott van, és másrészt meg egy, hogy mondjam, a logikus gondolkodás az mindig is közel állt hozzám. Itt nem is kell más csinálni, igazából ez ugye matek, fizika, meg stb. Olyan, még több logikus dolog, tantárgy. És hogyha ezt nagyon jól csinálja az ember, akkor ebben igenis ott van az Isten, a logosz, ugye az ige. Tehát azt meg lehet ott találni, és mindenkit biztatok is, hogy találja meg ezekben a akár építőmérnök, akár nem szakmákban. Viszont hát jó, annyiból más volt, hogy tényleg hát mit én nem foglalkoztatom annyit mondjuk a kedvenc dolgaimmal. Azaz? Azaz. Hát azért nehezebb volt. Végülis ott volt az, hogy ez a szentmisére elmenni, ugye rengeteget kellett rajzolni, tanulni. Kollégiumban laktam, az, hogy imádkozni, elmenni, úgy csendben. Nem volt olyan egyszerű. Ott voltam, például ahol imádkoztam, az egy lépcsőház volt, a kollégium lépcsőháza. Hát nem tudom, a tévé, kicsit ilyen tele óvszerrel, ott az egész ott felül használta, meg nem egy tiszta hely, tele cigicsikkel, meg mindenféle dologgal, ugye üdítős dobozoktól kezdve sörösig. Tehát, hogy ez egy kollégium volt, ahol nehéz volt megtalálni a csendet. Tehát, hogy ez egy buli hely, egy olyan hely, ahol sokan vannak, fiatalok vannak, van szex, ital, minden drog. Kinyitottuk ezt nem hallja senki, ki tudja már, azóta kiköltözött mindenki onnan, tehát kinyitottuk a kollégium ablakát, és hát így árad be a fűszag, hát valaki szívta azt. Tehát, hogy ezek ilyen idők voltak most. És hát biztos, hogy ma is, most ez akármennyire akarjuk itt szépíteni, tehát hogy ezek a helyek és évek, ezek bizony ilyenekkel vannak megterhelve a fiatalok életében, tehát én nem drogoztam, meg nem ittam, meg nem tudom, nem szexeltem, de hogy magát a helyet nehéz volt megtalálni abban az épületben, ahol én el tudok csendesedni. És ott hát megtaláltam ebben a kis lépcsőházi ugye, emeleten. Imádkoztam a szentírásommal, a zsoltárokat, meg mindenféle dolgot. Tehát, hogy jobb lett volna egy templomban, persze. De hát kinek volt ideje még elmenni egy templomig, ugye, még pluszban, mert még oda elmegyek, meg visszajövök, addig már lehet, hogy annyi időm maradt csak imádkozni. És akkor még ott is kéne maradni. Úgyhogy, de az élő Isten tapasztalat, ez mindig megvolt. Ami fontos kiemelni még, hogy egy közösségbe kezdtem el járni, új alatás közösségnek hívják ezt, még a mai napig is. Egyébként a Barta Angéla vezette még, szociális testvér ezt a közösséget akkor. Nyáron találkoztunk vele 2001-ben, egy Ménfő Csanaki János kurzuson. Ez egy nagyon-nagyon szép lelki gyakorlat, mindenkinek ajánlom, aki keres egy ilyen igazi, mély, tartalmas lelki gyakorlatot, 6 napot nyugodtan rászállhat. Ez a János kurzus. És
És hát ott én azt végig bőgtem azt a lelki gyakorlatot, de ami viszont ugye érdekes volt, hogy Angéla volt ott a kurzus igazgatója, és oda mentem hozzá a végén, hogy akkor keresek egy közösséget, Budapesten ott fogok tanulni, és akkor esetleg mehetnék-e az abba a közösségbe, ahol ő is van. És akkor mondta, hát végig igen, majd meglátjuk, meg beszélünk majd akkor szeptemberben, októberben. És akkor elkezdtem mégis járni ebbe a közösségbe. Ez egy evangelizációs közösség, és ez azt jelentette, hogy az evangélium hirdetése világi emberekként, ugye, állt a közösség életének a középpontjában. Tehát, hogy hogyan beszéljünk Krisztusról másoknak, másokkal, hogyan segítsük elő, nem az megtérítsük, hanem segítsük elő az ő megtérésüket. Tehát hogyan készítsünk elő egy találkozót az élő Istennel. Ugye, mert ez tényleg, azt hiszem, kell ez a tapasztalat, akinek ilyen tapasztalata nincs, hogy az Isten az úgy meg tud szólítani valakit, az nem fog ilyet csinálni, hogy akkor készítsük elő a terepet neki, és akkor belép más életébe, pedig hát ő ilyen, hogy szeret belépni mások életébe. Na ez a közösség, ez egy szenzációs közösség, most is, akkor is, viszont nekem ebbe a szívembe ültette ezt az evangelizációért való égést, lángolást, hogy másoknak hirdessem az evangéliumot. És akkor ott már ugye hát sok minden volt az egyetemi évek alatt, de a lényeg végül is az, hogy ott is volt bennem egy ilyen keresés, hogy akkor most tényleg ez lesz a szakmám, és akkor így, és akkor család, vagy mi legyen, vagy hát mégis egy más hivatás. És akkor odajött hozzám az egyik közösségi társam egyszer, és akkor így megkérdezte tőlem, hogy figyelj Laci, te gondolkoztál már azon, hogy pap legyél? És akkor húha, na jó, figyelj, akkor mondok neked valamit. És elmondtam az addigi kis ilyen, nem tudom, vágyaimat, élményeimet, akármit, hogy hát úgy, amúgy igen. És nagyon érdekes volt, mert abban a másik fiúban is megfogalmazottak ilyen gondolatok, és akkor együtt elkezdtünk egy ilyen keresést. Hogy akkor mit kell csinálni, vagy hogy kell ezt csinálni? És végig is oda jutottunk, hogy hát magunk nem jelentkezhetünk az Úrnál, tehát meg kell, hogy hívjon. Na hát most oké, és akkor hogy? Vagy ez mi az, hogy meg kell, hogy hívjon? Tehát, és kicsit, hát nem tudom, mondhatnám úgy, hogy úgy viselkedtünk, mint egy lány, aki vár azért arra, hogy megkérjék a kezét, és hogy mindent el is követ annak érdekében, hogy ez megtörténjen. Tehát valami ilyesmi volt a szívünkben. És hát az én meghívásom az a Ferenciek terén történt, most itt lerövidítve sok-sok történetet. Végül is ott ugye ez 2005 és június 20-án a vizsgaidőszak kellős közepén számomra, mert én mindig a végére hagytam a vizsgánkat, ott volt az, hogy egy imádságban végül is az Isten megszólított, és azt mondta nekem, hogy egy Zsoltár által, hogy mert kiválasztotta az Úr magának Jákobot, Izraelt a maga birtokául. És persze ott nekem nem Jákob volt, meg Izrael, meg mit tudom én micsoda, a lényeges, hanem hogy most akkor az engem kiválaszt. Most tényleg az van, hogy most én kellek neki, és hogy lefoglal. Azt nem tudtam, hogy most ez mit jelent pontosan, de hogy neki kell szentelni az életemet. És amíg megosztottam a lelkivezetőmmel, mert ő azt mondta, hát tudtam. Jó, mondom, hát oké, te tudtad, de én nem tudtam. Viszont ami volt, hogy,
hogy azért, akkor most, de hova vagy, hol vagy, vagy mit csináljak? Most Istennek szentelni, akkor most legyek pap, vagy szerzetes, vagy ez hogy, milyen szerzetes? Ugye ismertem egy csomó rendet, verbiták, ferencesek, jezsuiták, piaristák, párosok, oda jártunk, mit, ide, oda, oda, mindenhova jártunk, de nekem nem tetszett egyik se. És hát igazából a domonkosokról sosem hallottam, ezt meg kell valljam. Semmit nem tudtam a domonkosokról. Hogy én miért nem, tanultam én hittant, meg mit, tehát hogy nem volt az idegen közeg számomra, meg anyag, de valahogy mégsem a domonkos rendről semmi. És hát kerestem egy olyan rendet, ugye, amit a közösségben csináltunk, ahol az ige hirdetés a legfontosabb. Vagy az evangelizáció, tehát ez a misszió, az emberekhez menni, hirdetni az evangéliumot. És mondom, hát ilyen meg nincsen. Vagy hát van a verbiták, de most én menjek Afrikába, nem fogok Afrikába menni, van itt elég munka, meg igazából ember, ugye, akinek hirdethetem. Tehát, hogy én nem akartam elmenni, iskolában nem akartam tanítani, mindenkinek iskolája van, ettől megőrültem, hogy mindenhol valami iskola van, ennek a rendnek is, annak a rendnek is, a harmadiknak is, mondtam, hagyjatok békén, nem. Én az utcán akarom, vagy a nem tudom hol, fesztiválon, vagy bekopogni az emberekhez, vagy, tehát hogy valami olyat, ami egészen közvetlenül oda juttat engem az emberekhez. És ez volt az, ami végül is a lelki vezetőm által, tehát így kiváltotta azt, hogy adott nekem egy kis újságot, meg egy kis könyvecskét, ugye Jordánnak van ez a kis könyvecskéje a rendről, rendkezdeteiről, a Libellusnak hívják. Meg hát kimondta ezt a szót, hogy vannak a domonkosok. Domonkosok, azok kicsodák. Na és hát hazamentem a kollégiumba, googli, domonkosok, és kiugrott. És elolvastam a Szent Domonkos életét ott a honlapon. Na hát, ezt keresem. Hát ez itt ide van írva. Szent Domonkos azért alapította a rendet, hogy az igét hirdesse. Na hát ennyi, kész. Hát akkor ezt kell csinálni. Hol vannak ez a domonkosok? És akkor kerestem ugye, hogy hol vannak, hát nem sokat találtam egyébként. A Tököli úton ugye ott volt még a régen a templomunk, azóta átadtuk az egyházmegyének, de nem vonzott annyira, mert bementem és le volt égve, ugye már belül tiszta füst volt, meg korom, nagy feketesség. Mondom, hát ez a domonkos, hát akkor fúha, mi lesz itt? És akkor bementem a szentélybe, ott a Tököli úti templomban van az eukarisztikus kereszt is, az, amit a kongresszuson is oda kitettek, az a hatalmas Krisztus. Ugye, és akkor elnéztem így balra, és ott van az a nagy kereszt így. Mondom, ez is ilyen fekete. Na mondom, ez a rend, akkor végem. És hát utána, igen, tehát nem is volt ez olyan egyszerű, mert és megtudtam ugye, hogy akkor Lengyelországba kell menni a képzésre, vagy ott van a fiatalok, és akkor megint Lengyelország, igen, hát mondom, én már voltam ott, de nem tudok semmit, elfejtettem az egészet, mindenki biztos, ha vissza fog jönni az a nyelv, vissza fog jönni, mondom, hát most nem nagyon úgy néz ki, hogy visszajönne, és meg is kellett újra tanulnom egyébként, tehát hogy nulláról kellett kezdeni. Szóval ez végül is hát eljutottam ugye oda, hogy akkor jelentkeztem, fel is vettek, elvégeztem az egyetemet, tehát azt lezártam, és csak utána jelentkeztem a rendbe, de utána hát végül is külföldön folytattam, tehát Lengyelországban volt a képzésem, Zsesúbban tanultam nyelvet, ott lengyelül, utána Poznányban voltam novícius, és Krakkóban voltam, ott a filozófiát és a teológiát ott végeztem. Nagyon szeretem a rendemet, igazából semmiért nem cserélném ezt el,
nem tudtam, hogy mire vállalkozom pontosan. Az ige hirdetés az volt az, ami miatt mentem. De aztán kiderült, hogy itt még nagyon sok minden van, ami hozzám itt közel áll. Például Akvinói Szent Tamás, tehát hogy én őt se ismertem azért annyira, bár ott Kovács Gábor atyától, még aki a Ferencek terén misézett abban az időben, amikor én az egyetemre jártam, ott azért hallogattam én róla, de meg arról a híres mindenféle szummáról, úgyhogy nagyon érdekelt ez. De hogy ezt én is tudnám csinálni, na ez már nem volt olyan egyértelmű. Úgyhogy ez is kiderült, hogy ez is fontos nekem, filozófia, logikus gondolkodás, ugye építőmérnökség, meg minden, tehát hogy ez nagyon kapcsolódik amúgy egymáshoz, és valahol, tehát hogy ez szerintem azért is van, mert hogy nagyon sok mérnök azért megy el papnak. Már nem az, hogy mind mérnök, vagy mind pap lesz, aki mérnök, tehát hogy nem, de hogy vannak a Műszaki Egyetemről azért sokan, akik végül is ott kötnek ki, vagy az előéletük valahol ott kezdődött, tehát most akár építész, akár építőnök, akár Kovács Gábor atya éppen ugye vegyész volt, tehát de ha a Babos Áron atyát is ismer itt valaki, ugye akkor ő építészmérnök, tehát hogy itt hogyha kutatgatunk, akkor azért találunk ott bőven ilyen múltú atyákat. Na, tehát hogy végülis így jutottam el a rendbe, a domonkos rendbe, ahol most is végülis élem. És a papságba is, igen. Hát a papság is végülis ez is jött, de valahol az Istennek szenteltség volt talán az, ami fontosabb volt. A papság is ott volt valahol, tehát mondjuk pap, de hogy az Istennek adni az életemet. És ez a szerzetességnek a lényege igazából, hogy akkor lemondok mindenről, és csak Isten, csak ő marad. És akkor egyből Lengyelország után mi következett? A szentelésre hol került sor? 2015-ben a Tököli úti templomban szenteltek pappá, és Debrecenbe került. Tehát, hogy mégis ott is vagyok most is, ott van egy kolostorunk, úgyhogy ott most már persze előjáró vagyok, akkor még nem voltam, de hogy ott kezdtem a magyarországi éveimet. Hát kevesen vagytok domonkosok, tehát hogy sok rendház sajnos nincsen Magyarországon. Hát nincs, Sopronban. De végül Soprontól Debrecenig teljesen az országot lefedi. Igen, hát a magyar szerzetesség ugye nem a világkorát éli, akármelyik rendet is nézzük most itt, mondhatjuk, hogy többen vannak, de hát most többen vannak, jó, de meddig? Tehát, hogy az újak, vagy kik jönnek, fiatalok, vagy kilépnek emberek egyébként, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy sajnos krízis van. Tehát, hogy a szerzetesség, az Istennek szentelt élet, az nem divat. Vagy hát a világ rengeteg opciót ajánl ezen kívül. Úgyhogy, tehát, hogy nem csak nekünk van nehéz helyzetünk, amúgy meg a mi rendünk állítólag a rendi skálán ilyen fiatal és erős rendnek számít. Úgyhogy nem fiatal mondanám, vagy és erős. Nem mondanám, hogy végül is, tehát hogy ez éppen olyan rossz. Tehát. Nagyon sok könyvet hoztál magaddal. Igen, hoztam a könyvet. Mert hogy a Debrecenben azért elkezdtetek foglalkozni sok mindennel, ahogy látom, ez nagyjából 5 évvel ezelőtti történet, ha jól láttam, vagy találtam az intézetet. Igen. Hogy alakult ki ez az élet ott? Tehát Debrecenben milyen a domonkosoknak az élete, hogyha ezt így... Hát ez egy plébánia. Ugye ez úgy alakult, hogy 1942-ben volt egy templom, katolikus templom Debrecenben, kész. Ugye a Szent Anna templom volt, mert hát egy protestáns városról beszélünk, és na akkor ott, aki a püspök volt, ugye azt mondta, hogy hát kéne még, mert ugye egyre több katolikus jön be a városba, tehát költöznek oda az emberek, vagy valahogy tanulás miatt ugye ott ragadnak. És hát akkor, mivel nem nagyon tudta, hogy mit csináljon,
így kért két szerzetes rendet, hogy akkor esetleg így tudnának-e embert adni, meg akkor ő adna plébániát nekik. Mm. És akkor jöttek a ferencesek is, meg mi is, ugye 42-ben. Úgyhogy mi megkaptuk ezt az Észak-Debrecent, és Szent László templom lett a mi templomunk, meg a plébánia, tehát ez, mondjuk nekem, én is László vagyok, nekem tetszik. És hát azóta ugye ott vagyunk, hát már azóta, persze 50-ben ugye bezártak mindent ott, mert a bizonyos rendek ugye teljesen ugye a kommunizmus üldöztetése miatt hát így titokban kellett, hogy működjenek. Ez volt a szétszóratás. És tehát 42-től 50-ig volt jelen a rend, és akkor 90-től működünk most. Tehát a plébánia jelenti a fő tevékenységet, ott, tehát a szentmiség, gyóntatás, lelkipásztori munka. De hát mint szerzetesek, ugye, hát nem csak ezt csináljuk, ugye több mindent, mint egy Pius atya koncertezik, ugye ő például ugye zenetanár volt, zongoratanár, világi foglalkozása ez, mert ugye ő is úgy lépett be a rendbe még abban az időben, amikor ez nem volt egyszerű titokban. Aztán Pál atya, ugye ő meg kutatóorvos volt, tehát ő is ott, amíg mióta ott tölti az éveit, tehát ugye ilyennekkel is foglalkozunk, bioetikai kérdések, meg nem tudom, ilyen konferenciák is voltak, vagy előadások. Most ami miatt itt, mondjuk a könyvek itt vannak, tehát hogy létrehozták ott még előttem, mielőtt én oda kerültem volna ezt a II. János Pál intézetet, amit mi átkereszteltünk Szent II. János Pál intézetre, és akkor átvettem ennek a vezetését, végül is mondhatjuk 5 évvel ezelőtt, és hát azóta így elindultunk egy ilyen irányba, és ezt úgy képviseljük ott, mégis, hát egyedi módon, mert nagyon olyan valaki nincs ott, aki még ezt csinálná, esetleg ott a viennai testvérek ott, ugye Pócs Petriben, hasonlót. Tehát a családi életnek a támogatását, a gyermeknevelésnek a támogatását, meg a gyermekvédelmet is. Olyan értelemben persze itt a gyermekvédelem, ezt most már itt magyarázni kell, tehát itt a megfogant életekre kell elsősorban gondolni, de nem csak. Ugye, és akkor mit bemutatom a könyveket, mert ezt az intézetünk adta ki a könyveket, már kezdjük a szerzetességgel. Ez az élő, ez a legfrissebb könyv. Ez a, nem tudom, hova mutassam. Ez így jó. Ugye ez útmutató a szerzetesi életre hívó szót felismerő férfiak számára. Tehát ezt pont azért adtuk ki, éppen egy hónapja, vagy mikor, ez nem is tudom, de hogy egy hónapja. Szóval, hogy február 2-án, hogy a magyar fiúkat, akikben esetleg ott az Isten hangja valahogy úgy hangzik, segítsük, akármilyen rendbe is, de lépjen be. És lehet, hogy valaki domonkos lesz, nem tudom. Persze itt az van, hogy a domonkos könyvek, tehát mi adtuk ki, mégiscsak a mi büszkeségünk, meg a domonkos címen is rajta van. És két domonkos atya írta, amerikai domonkos testvéreim. Nagyon praktikus a könyv, tehát hogy akit egyáltalán érdekel a téma, hogy szerzetes legyek-e vagy ne, hát az nyugodtan vegye a kezébe ezt a könyvet, és akkor ha elolvassa, akkor már nagyon sok segítséget fog kapni, arra vonatkozom, hogy most akkor igen vagy nem. Tehát ez egy szuper praktikus könyv, ez a legfrissebb. De persze, mint domonkos szerzetes, hát nem adhattam volna ki mást, mint a rózsafűzéről szóló könyvet, ugye, az intézetünk, ez talán egy ilyen kicsit furcsa könyv, mert hogy most akkor életvédelem, meg család, meg gyereknevelés, most mi közel ennek a rózsafűzérnek, vagy a rózsafűzérhez. Hát a rendemnek van közel a rózsafűzérhez, és hát igazából aki imádkozik, az biztos, hogy a családjának jót tesz. Tehát, hogy ezzel nem jár rosszul a család, hogyha egy férfi, vagy egy nő, vagy egy férj vagy feleség kezébe veszi a rózsafűzért, tehát szeretünk volna ezzel is segíteni abban, hogy imádságos családok legyenek,
Mert hogy az nem elég, hogy család, hanem ott valahogy az Istennek is ott kell lennie. És hát onnan lesznek igazából jó hivatások, akár családos hivatás, akár papi szerzetes hivatás, vagy bármilyen kutató, mondjuk egyedülállóként fog élni, ahol imádkoznak. Na, tehát, hogy ez fontos. Tehát Edward Shee, ő is egyébként az Angelikon végzett, ez az Úgy imádkozni a rózsafűzért, mint még soha című könyve. Ez is nagyon kis praktikus, az összes titkot így kifejti, szépen bibliai alapokra van visszavezetve. Ez az első könyvünk viszont nagyon izgalmas, Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla, Szent Giannát, hát próbálják itt Magyarországon ugye Jankának is nevezni, tehát Szent Janka, talán érdemes is lenne lefordítani, mi még így adtuk ki ezt. Ő egy orvos, ugye, aki életét adta a gyermekeiért. Ugye hát mondhatjuk azt, hogy feláldozta a saját életét azért, hogy megszülethessen a gyermeke, a leánya, akivel egyébként leveleztünk is a könyv kiadását, ugye így leveleztük le. Szerelmes levelek a címe, tehát házastársak egymásnak, vagy még jegyeskoruktól írják ezeket. Akartunk egy ilyen unikumot, mert hogy nagyon sokan valahogy hát keresnek olyan szenteket, ugye, hát akik közel állnak hozzájuk. Most egy világi ember, hát most persze mit talál? Szent Domonkos, igen, jó szerzetes pap. Igen, akkor még mit? Árpádházi Szent Margit mondjuk. Hát az is, most akkor mit csinálják? Vagy Szent Rita, vagy akkor már nautnál valami házasság azért van, de az is szerzetesként, akkor, de nincs valami normális, vagy tehát ilyen, most ez a normális alatt, tehát hogy egy ember, aki családban él, keresztény, hisz, és még szerelmes is. És hogy szentek szerelmes leveleit, tehát igazából szerintem nem nagyon olvasta még úgy túl sok ember. Úgyhogy próbáltunk egy ilyet az emberek kezébe adni, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki szeretne jobban bepillantani egy szentnek a szerelmi életébe, már persze teljesen, nem, mintha bulvár lenne. Hát nem, de nem bulvár. Uh-huh. Hanem tényleg ez a szentségről szól. Hogy nem a bulvár szintjén, és nem, az van, hát azt eléri az ember. Ugye ez meg az értékeset, hát most már általunk már, most már a magyar is eléri, ugye a magyar ember, de hogy olyan kevés ilyen van. Úgyhogy szerelmes lelek, hát mindenkinek csak ajánlani tudom, nagyon szépek. És hogy a cumis üveg, meg a csók, meg az, hogy romantika, ez nem áll távol a kereszténységtől. Most már talán ezt jobban hangsúlyozzák, de olyan kevés szent van, akit így találunk, hogy akkor ő is tényleg, és akkor lehet szenté válni? Házasként, meg romantikával? És lehet. Na és akkor itt jelenti ezek a, na ez az, ami ilyen veszélyesebb egy kicsit, ugye, mert hát gyermekvédelem ide vagy oda, tehát nem csak a meg nem született gyermekekért küzdünk, vagy hát pontosabban azokért, akiket abortusz veszélye fenyeget. Egyébként most ugye nagybőjt folyamán is, a Debrecenben is a 40 nap az életért elnevezési ima kampányt is a pártfogásunkba vettük, úgymond, tehát mi csináljuk ott. És tavaly is már volt. Tehát ezek a könyvek viszont a pornográfiáról szólnak, rossz képekről, jó képek és rossz képek, ez a címe, ez a kicsiknek szóló könyv. 4 éves kortól, 7 éves korig ajánljuk ezt a könyvet. Ugye ez egy ilyen nagyon egyszerű könyv, egy képes könyv, tehát nem sok szöveggel, de fontos mondatokkal.
mondja el, hogy melyek a rossz képek. És hogy miért rossz, és miért nem nézzük. És mit csinálunk akkor, tehát megtanít egy ilyen cselekvési mechanizmust a kisgyereknek, hogy a szülővel hogyan kommunikálja le azt, amikor találkozik ilyen képpel. Úgyhogy ezt nagyon ajánlom, mert tehát nem csak arra kell megtanítani a kisgyermeket, hogy hogyan menjen át a zebrán, hogy nézzen körül, meg mit tudom én, ugye az is egy működési mechanizmus, cselekvési mechanizmus, hanem arra is sajnos, hogyha egy rossz képpel találkozik manapság, és már nagyon sok helyen lehet ilyennel találkozni, akkor mit csináljon? És ugyanez a nagyoknak is. És akkor nagyoknak is van, igen, ez már ugye 12 éves korig, hát azt kell mondanunk, hogy 12 éves kor után már igazából elkéstünk a témával, akkor már csak nem megelőzés szintjén beszélhetünk erről, bárki tudja már 12 éves korban is, hát ott ez a 10, 11, 12, ott már nagyon ki vannak téve annak a picik, hogy ezzel tényleg találkoznak. Úgyhogy, hát ez már nagyon konkrét, itt már több szöveg van, vannak feladatok is, ugye, ilyen kis kérdések, amire lehet válaszolni. Szülővel együtt érdemes olvasni mind a két könyvet. Tehát nem azért van ez, hogy most megvesszük, na itt van, fiam, olvasd, hanem a szülővel együtt egy kapcsolatépítő könyv. Hogy bizalmi kapcsolat épülhessen ki a szülő és a gyermek közt, és tudjanak beszélni erről. Hogy legyen egy ilyen nagyon, nagyon nyílt kommunikáció. Mert nagyon sok szülő nem is tudja, hogy beszéljen a gyerekével egyébként ezekről a témákról, a pornográfiáról. Ezek a könyvek viszont nagyon, nagyon vezetnek ebben a témában, tehát hogyha egy szülőnek ez probléma, akkor ezt megveheti, tényleg elolvassa először ő maga, utána leül a gyermekével, végigolvassák, és igazából magától megy az egész, tehát nagyon egyszerű. Ez pedig egy ilyen kapcsolódó könyv, ez a útmutató, gyermektanács adási útmutató olyan szakembereknek, akik ugye gyermekekkel foglalkoznak. Hát ez ugye, itt lehet bárki szakember, tehát akár egy tanár is, vagy hitoktató, de persze lehet pszichológus is, vagy coach, vagy nem tudom, tehát akihez vagy a gyerek eljut, vagy olyan foglalkozásokat tart gyermekeknek, ugye, ahol esetleg ezt is előhozhatja. És konkrét, igazából mondhatnánk, óravázlatok vannak a könyvben, tehát minden le van írva, hogy mit, hogyan kell csinálni, konkrét gyakorlatok, hogy hogyan beszéljünk a gyerekekkel, olyan gyerekekkel, akik már láttak, vagy olyan gyerekekkel, akik még nem láttak ilyet, vagy akiknek probléma ez, ugye, már függők, ugye, hiába picik, de már őket ez nagyon érdekli, és igazából teljesen rákattantak. Tehát, hogy mindenféle hát korú és igazából problémájú, vagy hát ilyen állapotú, inkább így mondom, gyermekkel ad valamilyen konkrét gyakorlatokat. László atya, köszönöm szépen. Ezekről remélem majd máskor, máshol még többet fogunk beszélgetni. Ezt csak itt van. Szóval ezt vezetem egyébként az intézetet, és plébániai kormányzó vagyok, tehát nagyjából ezt csinálom ott most Debrecenben. Sajnos a műsoridőnk viszont elfogyott, úgyhogy igen, köszönöm, hát hogy kicsit megismerhettünk, de örülök, hát egy prédikátornak sokat kell beszélni, mert az a lényeg, hogy jól tudtunk figyelni, remélem a nézőinkkel együtt. Nem csak én vagyok így, úgyhogy köszönöm szépen önöknek is, hogy velünk voltak ma. Viszontlátást, a dicsértessék a Jézus Krisztus!